Tele van cucca. Hát akkor honnan is kezdjük, ami a kezembe akad, maradjunk annál. Az első, ami kikerült a zsákomból, mivel fel is dobom, ez a lábujjám, illetve hát két lábgumi van hozzá, az egyik elszakadna, akkor legyen mi. Nyilván ez egy ilyen szempontból nehezítés, ugye ilyenkor csak arra lehet úszni, úgyhogy ez inkább egy nehezítés edzés közben. A következő az egy deszka, lábtempóhoz szoktuk használni, nyilván inkább csak valahogy nem használjuk, hiszen lehet lábtempózni nélkül is, hogy lenne olyankor egy nehezítés pluszból, hogy azért meg kell tartani a kezet is, de általában ezzel lábtempózunk. Utána, ami a kezembe fog akadni, az egy tenyérellenállás. Ne kérdezzétek meg, hogy ebben miért nincsen gumi, egyelőre lusta voltam még kicserélni a szakadtat benne. Úgyhogy ugye a lényege az, hogy egy nagyobb vízfelületet tudok vele megfogni, mint maga a tenyerem. Úgyhogy ez inkább egy ilyen speciális erőfejlesztésre szolgál. A következő még benne van, az békatap. Ugye ez lábtempónál hasonlóan ugyanúgy, hogy tenyérellenállás, egy nagyobb vízfelületet tudunk vele megmozgatni, ezáltal gyorsabban haladunk. Én viszonylag keveset használom, inkább levezetésnél szokott előfordulni. Azt mondanám, hogy inkább a sprinterek azok, akik többet használják edzés közben is. Nálam ez annyira nem nagy számú és nagy méter számú, amit használok. Következő konzervdoboz, sertés májkrém, 62 g-os, hogyha valakit még külfejezetten érdekel. Ez a hátúszó technikánál szoktuk alkalmazni, ugye föltesszük a homlokunkra, és büntetést ér, hogyha leesik. Úgyhogy ugye ez a fejtartás ez komoly, rögzítése. Ez tényleg amúgy? Tényleg szoktuk használni. Most nem viccelem el ezt a dolgot. Úgyhogy erre szoktuk használni, nyilván van, ahol ez más is meg lehet oldani, van, aki nagyobb konzervdobozzal használ, van, aki ez már inkább a level 99, aki egy üdítős flakont, vagy valami hasonlót tesz a fejére, nyilván az már sokkal nehezebben áll is meg sokkal nehezebb megtartani, mint egy ekkora konzervdobozt. Illetve emellett van még egy pár tenyérellenállás, hogyha esetleg kifogynék belőlük. És a következő, ezt túl sokan szerintem nem ismerik, ez az úgynevezett teknőc, ugyanis ha fölvenném, akkor gyakorlatilag egy ilyen teknőcet tudnék kialakítani. Gondolom én innen kapta a nevét, egyébként nem tudom miből jön a neve. Ez az úszás technikát segíti kialakítani, úgymond a húzástolás, a víz alatti technikát, ugyanis ez kifejezetten az eszköz, amivel, hogyha nem megfelelően húztol az ember, akkor sokkal kevésbé halad, mint hogyha az ideális húzástolás csinál meg az ember úszás közben. Ezen kívül már csak használt szakadt lábgumi és tenyérellenálláshoz szakadt gumik vannak a zsákban, úgyhogy azokat már nem muszáj, ha nem veszem előtt.